Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét, ahogy itt az elmúlt hetekben, bő egy hónapban láthatták a Fehérvár televízióban, a Fehérvár televízió híradójában. Székesfehérváron úgy néz ki, hogy egy jelölt mögé rendeződhet az ellenzéki oldal. Több ilyen eseményen is feltűnt a Momentum városi elnöke Barlabás András. Erről, és hát nyilvánvalóan a Momentum egyéb terveiről, elképzeléséről is szót ejtünk a mai Esti Mérlegben. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm szerkesztő asszonyt és a kedves televízió nézőket. Nos, még mielőtt a elmúlt egy hónap történését veszük górcső alá, azt hiszem, hogy mondhatom azt az ön személyben, hogy új elnöke van a Momentumnak, hiszen korábban még más városi elnök látta el ezt a tisztséget. Mióta tölti be ön ezt a tisztséget? Igen, ez pontosan így van. Tavasszal történt egy tisztújítás a törvényi kötelezettségnek megfelelően az országgyűlési választások után volt egy tisztújítás, ami egyébként minden pártban meg kellett, hogy történjen, és ennek a kimenete az lett, hogy engem választottak meg, és engem tiszteltek meg a bizalmukkal a párttagok, így én lettem a Momentum Székesfehérvári alapszervezetének az elnöke. Aztán megkezdődött az ellenzéki oldallal gyakorlatilag az együttműködés, a programok átgondolása, a tárgyalás, akkor ezek szerint a Momentum is egy ilyen egyelőtt mögé felsorakozó szövetségben gondolkodik, vagy gondolkodhat? Itt szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a politikai gondolkodásokat, vagy ezeket az irányokat külön válasszuk, hiszen itt elsősorban a székesfehérvári emberekről van szó. Székesfehérváron is ugyanúgy, hogy a többi magyar nagyvárosban, illetve Magyarországon el lehet azt mondani, hogy többségben vannak azok az emberek, akik változást szeretnének, így a mi szavazóink is ezek közé tartoznak, ezért kötelességünk együtt dolgozni és együtt működni azokkal a pártokkal és szervezetekkel, civil szervezetekkel, akik szintén a változásban gondolkodnak, így természetesen mi is ezt tesszük, ezért kezdtünk el együtt dolgozni, és ezért kezdtünk el együtt működni, hogy megtaláljuk azokat a fájó pontokat, és feltérképezzük azokat a problémákat, amik a székesfehérvári emberek mindennapjait befolyásolják. Ezért azt ki lehet jelenteni, hogy egy közös program alakul, tehát elkezdtünk ezen dolgozni, illetve az, hogy egy jelölt, gondolom Balsa Istvánra gondol, hogy egy jelölt mögé sorakoznánk be, folynak tárgyalások, elkezdtünk beszélni arról, hogy a jövőben milyen szerepet tudna vállalni. Nem tartunk még ott, hogy ezt kijelentsük, vagy hogy ezt hivatalosan ki lehessen jelenteni. Folynak az egyeztetések, és felmerült az ő neve, mint az olyan elismert és polgári családból származó úriember, aki megfelelő tapasztalattal rendelkezik, és adott esetben képes lehet elhozni ezt a változást, amit, mint már említettem, a székesfehérváriak és a magyar emberek többsége is üdvözítőnek tartana, és mindenképpen szeretné. Ugye korábban beszélgettünk itt már Márton Rolanddal, illetve Rácznél Földi Judittal is, akik szintén ugye ennek a közös programnak a kidolgozásában részt vesznek a különböző négy elemről, amire elképzelhetőnek tartják majd fölfűzni a programot. Ő mit tartana a leghangsúlyosabbnak ebből kiemelni? Igen, láttam az előadásokat, és mielőtt eljöttem, újra megnéztem. Ugye itt elsősorban szó esett az egészségügyről, ahol azt gondolom nem csak Székesfehérváron, de Magyarországon is tényleg katasztrofális állapotok vannak. A Fejér megyei Szent György kórház gyakorlatilag mint egy félmillió ember ellátásáért felel, és ennek megfelelően egy olyan leterheltség jellemző a kórházra, amit a jelenlegi támogatásokkal és jelenlegi körülmények között egész egyszerűen nem tud ellátni. Egészen elképesztő hosszú várólisták vannak, gyakorlatilag itt ki lehet jelenteni, hogy az emberek életéről van szó. Tehát olyan hosszú várólisták vannak, hogy egy kései, vagy egy adott esetben egy időben történő diagnosztika mellett is nagyon nagy eséllyel a fehérváriak elhunynak, mert nincs meg a megfelelő infrastruktúra fejlesztés, így akár a kardiovaszkuláris betegségekről, hogyha beszélünk, tehát a szív- és érrendszer, akár a daganatos betegségekről, így nagyon komoly veszély áll fönn. Ugye azt tudjuk, hogy magyar embereknek és Magyarország elég rosszul szerepel azokban a kimutatásokban és azokban a statisztikákban, amik a daganatos betegségek és a megelőzésről szólnak. Ezért úgy gondoljuk, ezen a területen a városnak igenis túllépve a saját kötelezettségén vállalnia kell szerepet, és egy diagnosztikai központtal megteremteni a megfelelő infrastruktúrális feltételeit annak, hogy ezekkel a betegségekkel a fehérváriak, elsősorban a fehérváriakra koncentrálva úgy tudjanak megküzdeni, hogy időben
modern technológiával felismerve és hatékonyan kezelve gyakorlatilag meg tudjanak gyógyulni, hiszen ezek azok a betegségek, amiket időben, hogyha felismerünk és megfelelő diagnózis társul ehhez, akkor gyakorlatilag mai világban már kezelni lehet és sikeresen meg lehet gyógyulni belőle. Nem kell, hogy az bekövetkezzen, hogy fehérvári állampolgárok halnak meg. Én nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezen a területen a város, hiszen az ereje megvan hozzá, fellépjen és szerepet vállaljon abban, hogy a fehérvári emberek meggyógyuljanak. Akkor ez már egy kicsit a hogyan részt is érintette, hiszen azért azt korábban is beszéltük, hogy egyrészt ez egy állami feladat, de nyilvánvalóan városi feladatkörök is vannak. Ugye most jelen pillanatban vannak ilyen megelőző programok, különböző szűrővizsgálatok, városfejlesztési szűrőnapok, azért ezek is a megelőzést célozzák vagy célozhatják, nem? Abszolút egyébként, tehát ezzel egyetértek, ezek fontos programok, és nagyon helyes is, hogy ez megtörténik, viszont nagyon kevés. Tehát olyan súlyos és olyan komoly problémával számolunk, hogyha az egészségügyről beszélünk, aki oda bekerül, napi szinten tapasztalhatja, hogy gyakorlatilag ezek az intézkedések, vagy ezek a programok nagyon kevés. És nem szolgálják azt, hogy feloldjuk a problémát. Tehát itt komoly infrastruktúrális beruházásra van szükség, az orvosoknak az helyzetének a rendezése, az ápolók helyzetének a rendezése, tehát itt nagyon sok minden van, amihez hozzá kell nyúlni. Ezek általában olyan területek, amikhez akár egy önkormányzat, akár állami szinten a kormány nem szeret hozzá nyúlni, mert nagyon sok mindent érint, és nagyon fájó területek átformálásával vagy reformálásával jár, viszont ez elkerülhetetlen. Fehérváron egy diagnosztikai központ az, amelyik ezt elsősorban megoldaná, de egy ilyen nagyon jelentős probléma például a közlekedés. Én azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag kivétel nélkül minden fehérvárit érint. Elsősorban az utak, a közutaknak a hálózat, ami gyakorlatilag katasztrofális, illetve amilyen felújítások történnek, ezek nem biztos, hogy a kellő hatást váltják ki, rengetegen panaszkodnak ugye az út sávoknak a szűkítésére, gondoljunk csak a botrányos Várkörút felújításra, legyen a Mártírok útja, vagy most a folyamatban lévő Berényi útnak a felújítása, hiszen gyakorlatilag úgy újítunk fel utakat, hogy csökkentjük az autók számára a közlekedési sávokat és a közlekedési felületet, ami egész egyszerűen elfogadhatatlan, hiszen Fehérváron már több mint 56 ezer jármű van, ugye egy 100 ezeres városról beszélünk. Egész egyszerűen mi úgy gondoljuk, hogy akár az önkormányzat nem fordíthat hátat a tényeknek, ezt meg kell oldani, és mindenféleképpen biztosítani kell az autók számára, hogy ahol csak lehet, nagyobb felületen tudjanak közlekedni. De ide kapcsolódik szorosan a közlekedéshez ugye a városi tömegközlekedés, ami gyakorlatilag még rosszabb állapotban van. Ugye itt az Alba Volánt gyakorlatilag szétverték, ami egy másik kérdést is felhoz, hiszen a Videóton mellett az Alba Volán úgy gondoljuk, hogy Fehérvárnak egy olyan márka neve, egy olyan brendje, amit nem lehet csak úgy megváltoztatni. Tehát itt mindenféleképpen konzultálni kellett volna a székesfehérváriakkal, hiszen ez a mi örökségünk, ez a név. Ez most megszűnt, és helyette van, jól emlékszem, egy KNKK nevezetű. Igen, bár mondjuk KNKK, tehát közlekedési igen, valami. Egy ilyen közlekedési szervezet, amely most ezt a feladatot ellátja. Ha jól emlékszem, akkor Tatabánya mellől vezénylik ide a buszokat, tehát egész egyszerűen tartatatlan. Székesfehérvár ennél többet érdemel, és a székesfehérváriak ennél többet érdemelnek. Az, hogy Fehérvár egyik feléről a másikra gyakorlatilag 3-4 óra, 1 óra alatt jutunk el, 2018-ban ez egész egyszerűen elfogadhatatlan, hiszen ez rosszabb, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, amilyen állapotok voltak, és amilyen menetidővel számolhattunk, vagy amilyen a nagyszüleink számolhattak, ez egész egyszerűen elfogadhatatlan. Tehát ezt mindenképpen újra kell gondolni, és mi úgy gondoljuk, hogy amellett, hogy növeljük a buszok számát, és a járatokat sűrítjük, legalább 4 órás, 20 perces sűrűségre gondolok a mostani 1 órás vagy fél órás járatok helyett. Emellett nagyon fontos az is, hogy a kerékpárutakat minél nagyobb számban ki tudjuk alakítani és létre tudjuk hozni, hiszen akkor lesz Fehérvár élhető közlekedés szempontjából, hogy akár kerékpárral, akár gépjárművel,
akár tömegközlekedéssel, bármelyik városrészből meg tudjuk közelíteni, akár a másik városrészt, vagy akár a központot. És én azt gondolom, mindenkinek ez a célja. A jelenlegi helyzet ezt nem szolgálja, hiszen, ahogy említettem, az úthálózat se jó, folyamatosan csökken a közlekedésre alkalmas felület. A tömegközlekedésben nem fektet a város, tehát régi buszok vannak, nagyon-nagyon ritkán járnak, tehát nem lehet tervezni egy egyórás buszközlekedéssel, erre mai világban nem lehet tervezni, illetve ami fontos, ugye a parkolási infrastruktúra, ugye parkolóházak, mélygarázsok, ezeknek a kialakítása gyakorlatilag nagyon régóta már csak ígéret. A jelenlegi városvezetés felszíni parkoló kialakításával próbálja enyhíteni a jelenlegi parkolási problémákat, ami gyakorlatilag abban merül ki, hogy ahol csak lehet 10, 15, 20, 30 férőhelyes felszíni parkolókat alakítanak ki. Mi úgy gondoljuk, hogy ez gyakorlatilag egy vérző sebre, egy sebb tapaszt, tehát ez nem lesz megoldás, amellett, hogy lassan már úgy néz ki a város, mint egy roncsautó telep, ami pedig a történelmi belváros és Székesfehérvár presztízséhez méltatlan. Meg kell találni azokat a kulcsfontosságú területeket, ahol parkolóházakat és mélygarázsokat kell kialakítani, ez elengedhetetlen. Tehát hol lehet mondjuk ilyen terület? Mert mondjuk pont tényleg az egyik ilyen beszélgetésben szó esett például ugye a Kohlász utcáról, ahol a lakók, illetve azt hiszem talán a Rácz Földi Judit mondta, hogy ő állt még a kezdeményezés mellé, és ott mondjuk például pont egy parkolóházat terveztek volna, ami aztán most azt hiszem 50-60 férőhelyes parkolóban fog megállni. Hol lehet akkor parkolóház ön szerint, vagy hogy képzelik el? Tehát akkor beszéljünk egy kicsit a hogyanról. Igen, ez abszolút jogos kérdés, hiszen hogyha valahol mondjuk egy parkolóházat vagy egy mélygarázst kialakítanak, akkor sok esetben előfordulhat, hogy a környéken élők, illetve az ott élők ezt vegyes érzésekkel vagy ellenérzéssel viseltetnek ez iránt. Viszont mi azt gondoljuk, hogy ez egész egyszerűen elkerülhetetlen. Mindig lesz olyan, akinek éppen egy adott helyzet vagy egy adott változtatás nem lesz az ínyére, illetve nem áll érdekében, hogy ez megtörténjen. Viszont a városnak az az érdeke, hogy egész egyszerűen ezeket meg kell csinálni. Természetesen le kell egyeztetni és tárgyalni kell azokkal az emberekkel, akik érintettek, hogy minél kevésbé zavarja a későbbiekben az ő életüket. Tehát meg kell nézni, hogy milyen hangcsillapítást lehet kialakítani, illetve milyen egyéb megoldások vannak. Ugye itt főleg szakpolitikusokat, illetve szakembereket kell bevonni ebbe a területbe, illetve ebbe a kialakításba. Viszont meg kell csinálni. A Kok László felmerült, ez egy kiváló példa erre, de akár a Skála melletti nagy, most még szabad parkoló is gyakorlatilag egy óriási terület és egy elég központi helyen terül el. Oda is lehet például egy parkolóházat, akár mély garázssal építeni. Ez igazából elhatározás kérdése, hiszen ahogy látjuk a mai magyar politikában, hogyha valakinek mondjuk hobbija a labdarúgás, akkor az egész országban felújítja az összes stadiont, tehát bármit meg lehet csinálni. Azon múlik az egész, hogy akár egy önkormányzat, akár egy országvezetés hogyan priorizál, és milyen sorrendben határozza meg a különböző területeket. Mi nagyon fontosnak tartjuk Székesfehérvár szempontjából a közlekedés, az egészségügy, az oktatás területét, az oktatásról nem beszéltünk. Egész egyszerűen, hogyha nézzük a PISA eredményeket, akkor tisztán látszik, hogy a magyar oktatás már évtizedek óta leszakadóban van. Most már nem csak az Európai Uniós átlag alatt, hanem a környező országokhoz képest is egy rossz, romló tendenciában egy elég gyenge helyet foglalunk el. Mi ezen változtatni szeretnénk, nem csak az ellenzék, nálunk a Momentumnál ez gyakorlatilag a legfontosabb prioritás, hiszen ez a jövőnk. Biztosítani kell a fiatalok számára az ingyenes felsőoktatást, lehetőleg minél több fiatal számára, lehetőleg mindenkinek. Ezt ki kell alakítani, mert egész egyszerűen az a tendencia, hogy az olcsóbb, alacsonyabb hozzáadottértékű munkák keletre vándorolnak. Ezt nem látjuk, hogy ez a közeljövőben vagy egy-két év múlva megfordulna. Magyarországnak az az érdeke, hogy a fiatalokat minél magasabb szaktudásra, minél magasabb hozzáadottértékű munkára tudja felkészíteni, és így tudja elhelyezni a piacon. Hiszen akár Székesfehérvár példájában láthatjuk, hogy nem csak kárpátaljai magyarok, ugye ők már elfogytak, hanem szintiszta ukrán vendégmunkások érkeznek több céghez, akik gyakorlatilag kiszorítják a magyar munkaerőt, hiszen... Ezzel kapcsolatban cáfolat is érkezett az átlátszós cikkre. Pont a napokban olvastam a Videóton közleményét, hogy mondjuk magyar embereknek nem kellett azért elmenni, egyszerűen akkora munkaerőhiány van, hogy nincsen magyar ember, aki betölteni ezeket az álláshelyeket, ami nyilván megint egy gond, hiszen a megfelelő munkaerőről is gondoskodni kell.
Abszolút, tehát szerkesztő asszony nagyon jól tapintott a lényegre, viszont emellett másik fontos tényező, hogy az ukrán vendégmunkások sokkal alacsonyabb bérért képesek dolgozni, és hosszú távon a munkaerőhiány, illetve az, hogy a beáramló környező országból érkező munkaerők alacsonyabb bérért dolgoznak, azt irányozzák elő, hogy az a fajta gondolkodásmód és projekt, ami most országos szinten is akár Székesfehérvár vonatkozásában zajlik, ez az összeszerelő üzemmé történő átalakulás, ez téves irány, ez egy zsákutc, ez egy vakvágány, hiszen látszik ebből a példából is, hogy ez nem fog működni. Nekünk az az érdekünk, hogy a magyar embereket, a székesfehérvári embereket egyrészt ezekről a területekről, ahol folyamatosan a beáramló külföldi munkaerő kiváltja és felváltja a magyarokat, át tudjuk képezni, és olyan területet tudjuk átirányítani ezeket az embereket, ahol viszont munkaerő hiány van. A fiataloknál pedig biztosítani kell a megfelelő infrastruktúrát az oktatási intézmények mögé, biztosítanunk kell a tanároknak a szabadságát, biztosítanunk kell azt, hogy a tanár dönthesse azt el, hogy hogy tanít, és a nemzeti kerettantervnek pedig, ahogy a nevében is szerepel, egy keretet kell adni az oktatásnak, nem pedig diktálnia a tanárnak, illetve itt nagyon fontos még azt is megemlíteni, hogy egészen elképesztő mennyiségű lexikális tudást próbálunk a gyerekekre ráerőltetni. Mi viszont azt gondoljuk, ez egy rossz irány, képességfejlesztésre és főleg a kompetenciáknak a tudatos és hatékony fejlesztésére van szükség, akár a csoportmunkára, akár a különböző komplexitású helyzetek megoldására, hiszen ez lesz a jövő, illetve ezek a fiatalok, miután az oktatásból gyakorlattal kikerülnek a munkaerőpiacra, ezzel fognak szembesülni, hiszen csoportban fognak együtt dolgozni, különböző komplexitású feladatokat fognak megoldani, szinte teljesen mindegy, hogy azért milyen területére kerülnek. Ezért mi azt gondoljuk, hogy teljesen az egész oktatást újra kell gondolni, Székesfehér vonatkozásban pedig fejleszteni kell az intézményeket, az iskolákat, meg kell adni a tanároknak, az iskoligazgatóknak az autonómiát és a szabadságot, hiszen csak így működik. Azt hiszem, hogy erre igény is van, hiszen mondjuk Fehérváron például pont az Alba Innovára a digitális élményközpont az egy ilyen első Európa szinten is egyedülálló kezdeményezés, ez is egy ilyen előre lépés a jövő irányába. Igen, abszolút, tehát ez a kezdeményezés is mindenképpen üdvözítő, viszont mi gondoljuk, hogy ez nagyon-nagyon kevés. Tehát itt olyan problémák vannak, akár rendszer szinten, akár az önkormányzat, vagy akár az országvezetés megközelítése, a kormány megközelítése szempontjából, amik sokkal komolyabb beavatkozást igényelnek. Tehát itt az egész rendszert újra kell gondolni. Viszont fehérvári szinten meg kell adni az iskoláknak azt a lehetőséget, hogy egyrészt, hogy önállóan, autonóm módon dönthessenek nagyon sok kérdésben, főleg azban a kérdésben, hogy miből kívánnak oktatni és tanítani. Illetve nagyon fontos, hogy megfelelő infrastruktúrás fejlesztéseket itt is megtegyük, hiszen nagyon komoly elmaradása van mind a városnak, mind pedig az államnak ezen a területen, hiszen nagyon sok esetben a gyerekek méltatlan körülmények között kell, hogy tanuljanak, illetve hogy a tanárok dolgozzanak. Történtek fejlesztések, főleg uniós támogatásból, viszont úgy gondoljuk, ez nagyon-nagyon kevés. Tehát mi ezt szeretnénk prioritásként például kijelölni. Ugye beszélgetésünk elején is említette azt, hogy készülnek a programmal. Hogy látja, hogy mikorra lehet ez nagyjából késznek mondható, illetve bár még tényleg valóban nagyjából egy év van hátra a helyhatósági választásokig, mikor tudhatunk meg többet a jelöltökről, ebből az ütemezésből mit árulhat el nekünk? Én azt gondolom, hogy a program megírása az jó ütemben halad. Azt, hogy mikor tudjuk befejezni, azt most még nehéz megbecsülni, viszont időben kész leszünk vele. Ugye most a közös munkának van itt az ideje, tehát ezeket a területeket miután feltérképeztük, komoly szakemberek bevonásával itt egy olyan programot kell összerakni és felállítani, ami egész egyszerűen megvalósítható, hiszen, mintha láthattuk a Modern Városok program keretében történő ígérgetés Székesfehérvár szempontjából, mi azt gondoljuk, hogy ennek az ideje lejárt. Ugye ebből például csak a stadion valósult meg, hiszen nagyon sok minden elhangzott ott. Mi azt gondoljuk, hogy ennél szeretnénk szintet lépni, és mi szeretnénk egy olyan programot készíteni, amit aztán meg is tudunk valósítani. Főleg tényleg azokra a fájdalmas területekre összpontosítva, amik minden fehérvárinak húsba markolóan fájnak. Tehát ezeket a területekre fogunk koncentrálni, és így fogjuk megalakítani a programot. Időben kész leszünk vele, és időben be lesz jelentve az is, hogy ki az, aki ennek a programnak, ennek a változásnak a képviselője, fő arca lesz. Viszont jelenlegi helyzetben még itt a kidolgozásra várunk, illetve egy fontos terület még nem esett szóba, ez pedig a lakhatás, a lakáshelyzet. Ugye erről talán az előttem lévő képviselők sem beszéltek.
Székesfehérváron is, ugyanúgy, ahogy Magyarország, egészen elképesztően elszálltak az ingatlanárak. Tehát azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag egy lakás, akár egy panellakás már 16-18 millió forint, egy újépítésű társasház 30-40 millió forint, tehát egy mostani fiatal, vagy egy többgyermekes átlag család számára egész egyszerűen nem lehet kalkulálni azzal, hogy egy ilyen ingatlant megvásárolnak. Ezért mi fontosnak tartjuk, hogy főleg a jelenlegi helyzetben, ahol például a lakástakarék mint lehetőség is megszűnt a fiatalok számára, létrehozunk egy olyan opciót, egy olyan lehetőséget, ahol főleg diplomás, több nyelvet beszélő, magas hozzáadott értékű munkát végző fiatalok számára az önkormányzat növeli a bérlakásoknak a számát, és lehetővé teszi, hogy egy kedvezményes 5-7-9 éves konstrukcióban például ezek a fiatalok úgy tudjanak itt bent lakni a párjukkal, úgy tudjanak családot alapítani, hogy nem fizetnek például bérleti díjat, csak mondjuk rezsit, és 5-7-9 éves, tehát egy fixen meghatározott megtakarítást tesznek el, és ezután, miután ez a periódus letelt, képesek lesznek a székesfehérvári piacon gyakorlatilag egy kezdő lakást vásárolni. Így tudná segíteni a város, hogy ezek a fiatalok elinduljanak, és hogy itt Székesfehérváron tervezzék a jövőjüket. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, esti mérleggel természetesen holnap este is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban.